Hangosfilm, mozgóképizmus. Történelem a filmek tükrében, politológus szemmel. Műsorvezető Tímár Ágnes. Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezető Tímár Ágnes köszönti Önöket. A mai adásban maradunk a 19. századi Oroszország történeténél, és Sándor cár hatalomra kerüléséig jutunk el, egyre csak közeledve a századfordulóhoz és a kiválasztott illusztrációs filmünkhöz. Hajrá! Olyan érzésem van, hogy még a bemutatása előtti hetekben sem várták annyira a Dr. Zsivágót, mint mi most itt a műsorban, hiszen az utóbbi hetekben kb. Minden adásban megígértem, hogy a következő héten, legközelebb, de most már tényleg, a Boris Pasternak regényéből adaptált film klasszikus következik. Ez a múlt heti, vagyis a 33. epizódban sem volt másképp, mármint az, hogy megígértem. Legalább következetes vagyok. Ugyanakkor, és tudom, hogy mentegetőzésnek tűnik, a mozgóképizmus hallgatói tudják, hogy ez egy történelmi ismeretterjesztő műsor, amelyben az elmondottakat modellezzük az odavágó filmekkel. Ezért sem volt véletlen, hogy Zsivágóhoz Nagy Katalinon keresztül vezetett az út. Néhány adással ezelőtt a 17. század oroszországi eseményeitől indultunk, Nagy Katalin miatt elidőztünk a következő évszázadban, továbbra is filmes alkotásokat használva az egyes történések könnyebb befogadásához, és a napóleoni háborúkig jutottunk. Talán így elmondva túlzásnak tűnhet közel 300 év történelmének a vizsgálata ahhoz, hogy beszélhessünk érdemben az egyébként amerikai készítésű Dr. Zsivágóról, de ha eddig velünk tartottak, akkor reményeim szerint egyetértenek velünk, hogy ebben az időszakban jó pár olyan változáson ment keresztül az orosz birodalom, amely elvezetett a kutatásunk szempontjából fontos időponthoz. Pár Ádám történész politológus korszakonként és földrajzi helyszínenként mutatja be a liberalizmus fokozatos átalakulását. Jelenleg tehát a 19. századi Oroszországban járunk, és valóban a választott filmünk bemutatta időszakhoz igyekszünk, csak közben észrevettük, hogy ez tovább tart, mint sejtettük. De hát mit lehet tenni, ha ilyen mozgalmasan telt az évszázad? Jó, ezen nem nagyon lepődtünk meg, ismerve az európai eseményeket a korban. Azonban mivel a kontinens nyugati országaiban már a kiindulási pont is megfelelőbb volt egy új és még alakuló eszme beágyazódásához, gyorsabban valósult meg a liberalizmus a gyakorlatban. Ehhez képest a keleti részen mindez több időt vett igénybe. Oroszország részben a területi nagysága miatt szervezetlenebb, fejletlenebb volt ekkor. Olyan problémákkal is küzdött, amelyeket így vagy úgy, de már kezelt Spanyolország vagy éppen Franciaország. Pár Ádám, a Méltányosság Politika Elemző Központ munkatársa a mai adásban a napóleoni háborúkat követő évek bemutatásával kezdi a korszak és az eszme orosz változatának elemzését. Eljutnak az oroszok Párizsba 1814-ben, és hát ugye az orosz tisztikarban kialakulnak mindenféle titkos társaságok, mert ugye említettük, hogy a titkos rendőrség az annyira erős, és annyira erős az elnyomás, hogy ezek a tanult, általában nemesi családból jövő katonatisztek is csak konspiratívan tudnak reformokat tervezgetni, és hát több ilyen társaság kialakul, mint a Honmentő társaság, aztán van az Északi Szlávok társasága, de a leghíresebb ilyen mozgalom az a dekabrista mozgalom lesz, a híres decemberiek. Megint csak utalunk a hegedűs a háztetőnre, hogy ugye a második lány, akinek a szerelme egy forradalmár, Percsik, ugye a dekabrista nőknek az életrajzát olvassa, és arról álmodik, hogy elkísérje a szerelmét Szibériába. Ez pont meg is úgy, történik. És ez meg is történik, pont úgy, ahogyan a dekabrista nők is elkísérték a férjeiket, ugye a számüzetésben. Na most ugye kik voltak ezek a dekabristák, akiket még a zsidó letelepedési övezetben is ennyire tiszteltek? Hát lényegében ők nagyszabású reformokat akartak Oroszországban, két nagy társaság köré tömörültek, volt a Trubeckoj herceg vezette Északi Társaság, amelyik úgy Moszkva-Szentpétervár térségében működött, és volt a Déli Társaság, egy Pavel Pesztyel nevű ember vezetésével. A két társaság egészen különböző terveket dolgozott ki. Mind a két társaság a jobbágy felszabadítás és a közteherviselés, törvény előtti egyenlőség pártján állt, de Trubeckoj herceg alkotmánytervezete egy föderalista
monarchiát képzelt el, kétkamarás parlamenttel, a vagyoni cenzushoz kötött választójoggal. A Pestelnek a tervezete viszont egy erősen központosított, nagyon centralizált köztársaságot. Mm-hmm. Pestelnél érdemes megállni, mert most az orosz-ukrán háború kapcsán egyébként az ő neve is elég sokszor előkerült, mert hát ő ugye elég erőteljesen az asszimilációt szorgalmazta, ugye, és az ukránok nagyon gyakran fölvetik, hogy hát Pestelnek az Orosz Igazság című röpirata az egy ilyen hatalmas orosz nacionalista kiáltvány, amiben hát lényegében nagyon sok jóra a birodalom nemzetiségei nem számíthattak. Ugye Pestel a lengyelek kivételével minden más népet be akart olvasztani az oroszok közé. Ez egyébként nem meglepő, hiszen a huhogók kapcsán már beszéltünk arról, hogy Franciaországban a francia forradalom nyomán a konvent abból indult ki, hogy nincsen Franciaországban más nemzet, csak a francia van, és ezért írtóháborút indított a bretonok és vandéiak és mások ellen. Ugye beszéltünk Olaszország kapcsán, Spanyolország kapcsán erről, de a Pestelnél valami egészen erőteljesen ki van fejezve ez az asszimiláció, de ennél még hajmeresztőbb dolgok is szerepelnek itt, mert ő például a zsidókat ki akarta űzni egész Oroszországból, méghozzá arra hivatkozva azt mondta, hogy a zsidók várják a messiást, aki visszavezeti majd őket a hazájukba, és az ő vallásuk arra tanítja őket, hogy mindenki mástól különüljenek el, minden más népet ezen alapból lenéznek, és arra vágynak, hogy uralkodhassanak mindenkin. Na most ez a mentalitás nem fér össze a népakarattal. Tehát a kiválasztottságot úgy értelmezte, hogy ők magasabb rendűnek tartják magukat, de legalábbis ezzel magyarázta azt, hogy miért antiszemita. Így van, ugye, hogy van jobboldali meg baloldali antiszemitizmus, sokszor elfelejtik, hogy van egyébként liberális antiszemitizmus is, és hogy Pestel ugye pont arra hivatkozott, de egyébként még a fiatal Kossuth is erre hivatkozott, hogy a zsidóság az egy teokratikus vallás, ugye a minden egyes rabbi a saját pozíciójában olyan, mint egy király. Uh-huh. Na most ez a demokrácia szellemével nem fér össze. Tehát ők erre hivatkoztak, és hát ugye Pestel ilyen radikális volt, de még voltak még egyéb gondolata is, mert hogy ő hát egy 10 évig tartó átmeneti diktatúrát szeretett volna. Átmeneti diktatúra? Átmeneti diktatúrát. És azt meg is fogalmazta, hogy ő 10 évig tartó átmeneti diktatúrát. Így van, továbbá megfogalmazta azt, hogy csak ortodox vallású lehet Oroszország államfője. Mármint, hogy ortodox keresztény, mert végül is ortodox a zsidóknál keresztény. Is van ortodox vonal. Ortodox keresztény, igen, igen. Egyébként ebből látszik, hogy ő azért nem hatalomvágyból írta ezt, mert tekintve, hogy ő evangélikus vallású volt. De ne felejtsük el, hogy itt katonákról beszélünk, akik azt tanulják meg a fronton, hogy nem kell sokat vitatkozni, bele a szuronyt a pociába, aztán hadd szóljon. Van egy parancs, végre kell hajtani, és nem moralizálunk fölötte. Ez egyébként egy nagyon érdekes megközelítés, mert hogyha Kossuthot említetted, pedig ő ugye már ezt korábbi adásokban megbeszéltük, járt a köznép, sőt az igazán alsó rétegek között is ügyvédként, tehát hogy ő benne kialakulhatott volna egy szociális érzékenység. Hát, ki is alakult, csak az elején telítve volt előítélettel, amitől viszont ő nagyon szívósan és példaértékűen megszabadult. Ezt akartam mondani, hogy ez ugye el tud múlni a szociális. Igen. Ugye van még egy dolog, hogy ugye Oroszországban magában kevés zsidó élt, viszont a megszállt lengyel területeken annál több, tehát itt azért arról is szó van, hogy elsősorban lengyel és litván területekről beszélünk, amelyek amúgy is az orosz tisztek számára már eleve idegenek voltak, és akkor az idegen területeken, az idegen ellenséges érzelmű lakosság között még egy még idegenebb csoport van, amelyik még ráadásul nyelvileg is különbözik, csak vallásában. Míg Magyarországon meg ugye mondtuk azt, hogy más volt a viszony, itt kialakult egy kölcsönösség. Egy együttműködés. De akkor itt gyakorlati oka is lehetett ennek, hogyha van egy litvánok által lakott terület, van egy lengyelek által lakott terület, és
ott rengeteg zsidó származású és vallású ember van, hogyha őket kiűzzük, akkor viszonylag alacsony lesz a népsűrűség ezen a két területen, tehát Oroszország már szinte etnikailag is meg tudja húzni a határokat, hogyha oda Hát egyébként pont ez volt a stratégiai célja. Jézusom, neki. Úgy gondolkozom, mint ő, nem, ez a véletlenül. Igen, és egyébként nagyon jellemző, ugye azt is vallotta, és ez már tényleg egy riasztó vonás emberileg is, hogy ő abból indult ki, hogy a cári családnak a tagjait meg kell ölni, de még egyébként a cári családnak a nőtagjait is, tehát visszafordíthatatlanná kell tenni. Ugye pont ezt csinálták. Angliában és Franciaországban is lefejeztek egy-egy királyt, de mondjuk ott hát a családjukat lassan igyekeztek elpusztítani. Angliában ugye ez nem sikerült, Franciaországban viszont hát 16. Lajos szűkebb családját azért kiirtották. Egy hercegnő kivételével. Na most ugye nyilván az orosz forradalmárok egy része Franciaországra tekint példaként, és átveszik ezt. Tehát kétféle vonulata volt ennek a dekabrista mozgalomnak, tehát volt a Trubetszkoj féle valóban mai szemmel nézve is liberális, és már kezdettől fogva megvan egy radikálisabb, a forradalmi irányzat felé és a véres megoldások felé nyitottabb irányzat. Egyébként ez nem csak Oroszországra igaz, ez az átmeneti ideiglenes diktatúra követelése, mert ez időben Németországban az első szocialisták egyik, egy Wilhelm Weitling nevű egyszerű kézműves, aki szintén egy ilyen forradalmi mozgalmat alapít, és ő is egy ilyen átmeneti diktatúrát akar, és meddig tart az átmeneti diktatúra? Hát azt írja, hogy ameddig lesz a földnek olyan pontja, ahol királyok vagy pénzes zsákok uralkodnak. Aha. Hát ez nem tűnik túlzottan rövid távnak. Igen. Az ideiglenesen itt voltak a szovjetek nálunk 40 évig, ez nagyjából. Így van. Tehát Weitling már az egész világra lőtt. Pesztyel beérte volna csak a világ egy hatodával. Köszönjük neki, nem? Tehát, hogy milyen reálisan gondolkozik, de egy általános kérdés, mert ezt már múltkor is fel akartam tenni, Oroszország oké, nagy terület, de valamennyire ő maga is elhatárolódott attól a típusú európai kultúrától, amiről beszéltünk, hiszen ezt a nyugatosítást egy ilyen tehernek érezte az átlag ember, erről már volt szó. Tehát nyilván máshogy alakulnak mondjuk a politikai eszmék is, ahogy fejlődnek. Az egyik adást talán pont az Altamiráról beszéltünk, amit úgy fejeztünk be, hogy azt mondtad, hogy itt már tulajdonképpen egy viszonylagos liberalizmus alakult ki, és már akkor rá akartam kérdezni, de most lehet, hogy helye is van itt, hogy viszonylagosságról beszélhetünk a liberalizmus esetében, vagy csak a fejlődési szakaszoknál. Tehát megnézzük így az 1700-as években, jó, az oroszok éppen ilyen sufni-tuning módon akartak mindent megvalósítani ebben, az időben feltétlenül a liberalizmust is, de ez a legtöbb országnál így volt, hogy amit láttunk, megtetszett, azt megpróbáljuk adaptálni úgy, hogy az a mi országunknak is megfelelő legyen. És ahogy haladunk előre az időben, ezek a viszonylagosságok, tehát ezek a viszonyok egyre hasonlóbbak lesznek, és ezáltal a mai liberalizmus az mindenhol ugyanazt jelenti? Ugye a liberalizmusnak az egyik ilyen nagy csáb ereje az abban rejlett, hogy nagyon jól tudott rezonálni az éppen helyi társadalmaknak a viszonyaira. Tehát a liberalizmusnak ez volt egy ilyen hatalmas lökő ereje, hogy mindenütt helyi formákat tudott fölvenni. Tehát nyilván Angliában egészen más volt, ahol azért a 17. században már egy alkotmányos monarchia van, 17. század végétől, mint mondjuk ugye Oroszországban. Az egyik helyen nem véletlen, hogy ott ebben az időszakban már a szociális kérdések támadják balról a rendszert, vagy arra kell reflektálni a liberalizmusnak itt Oroszországban, de egyébként ez még dél-európai nagy részére is igaz. Itt pedig ugye nem az iparosítás, meg az ipari társadalom még az ellenfél, hanem az abszolutizmus. Illetve Oroszországban egyenesen a despotizmus leöntve egy kis abszolutizmussal. És nyilvánvalóan, hogy minél keményebb a rendszer, az ellenoldal is annál keményebb, megengesztelhetetlenebb.
Tehát az angol viszonyoknál erőszakosabbak a spanyol viszonyok, a spanyol viszonyoknál erőszakosabbak az orosz viszonyok ebben az összefüggésben. Tehát ez a válasz a viszonylagosság kérdésére. Mm-hmm. A másik pedig az, hogy ahogy közelítünk a mai világhoz, mm-hmm. egyre jobban hasonlítanak ezek, mert a viszonyok mm-hmm. is hasonlóbbak lesznek a különböző országokban. Emberi jogok, közteherviselés, törvény előtti egyenlőség, ez egy közös minimummá állnak össze. Aztán ez még kiegészül a 19. század végétől a választójoggal, uh-huh. amit minden liberális mozgalom felvet, ugye a női szavazattal, amit megint minden liberális mozgalom, hát azért nem annyira a pártok, hanem inkább mondjuk a alulról szerveződő polgári mozgalmak fölvetnek. A nők. Igen, a nők. Egyébként ők vetik fel. Tehát. Így van, nagyon gyakran inkább a liberalizmusnak baloldali és konzervatív uh-huh. ellenfelei vetik ezt fel. Aztán ugye beszéltünk róla, hogy a kisebbségi jogok, mindenfajta kisebbségek jogai nagyon gyakran nem jelennek meg. Az majd inkább csak a 20. században. Aha. És egyébként hát pont a orosz dekabristáknak eme radikális irányzata mutatja, de már ezt Franciaországnál is láttuk, Spanyolországnál, hogy az egyenlőség, az egyenlősítés, az nagyon gyakran hajszára van az egyneműsítéstől. Uh-huh. Tehát az, hogy megadunk mindenkinek azonos jogokat, az azért nagyon gyakran együtt jár azzal, hogy viszont a kötelességek is azonosak. Uh-huh. És ezt meg azért nem minden csoport tudja elviselni. És ebből lesznek majd nagy politikai, katonai konfliktusok, hát ugye már ekkor is vannak. Csak elviselni, vagy teljesíteni is? Mert hogy ha a kötelesség az mondjuk az adófizetés, és mondjuk az azonos mértékű, akkor érthetően a paraszt nem tud annyit befizetni, mm. mint a nemes. De azért gondolom a 18. században például, mert ahol most járunk, azért ezzel számoltak. Tehát azért is akartam ezt most általánosan megnézni, hogy most hol tart, tehát most ugye túl vagyunk a napóleoni háborúkon, mm. ez már 19. század eleje, ugye mm. 1812, mondta, hogy az oroszok eljutottak Párizsig is, mm. 1814, mm. jöttek, láttak, és aztán visszamentek, ahogy a film is mm. szól. Náluk éppen ekkor mit jelentett a liberalizmus? A liberalizmus ekkor a forradalmat jelentett, tehát a francia forradalom elveinek a uh-huh. képviseletét, és azt jelentette, hogy a önkényuralomnak a megdöntése, de mint látjuk, tehát nagyon gyakran az önkényuralom megdöntését követelők szintén önkényuralomban igen. gondolkodtak, csak egy másik oldalról, de ők mindig azt mondták, hogy átmeneti jelleggel, ideiglenesen, csak hát ez pont ugyanaz, mint amit Mustafa Kemal Atatürk mondott, csak uh-huh. a fordítottjáról. De minek ígérgettek hogy ilyeneket? Ideiglenes. Tehát miért nem mondták azt, hogy nálunk itt Kánaán, tehát hogy nyilván hamar hatalomra jutottak, aztán szép lassan átalakulnak, és egy ugyanolyan diktatúrát hoznak létre, amelyet le akartak váltani. Látunk ilyet. Az a helyzet, hogy ezt még csak nem is tudták kinek ígérni. Mert kinek ígérjék a népnek? De akkor meg minek vinnek ezzel az ideiglenessel? Vagy ezzel nyugtatták magukat? Ők ezt elhitték? Hát ezek tervezgetések voltak papíron, aztán, hogy mi lett volna a gyakorlatban, igen, az egy más kérdés. A papír mindent elbír, ahogy szokták így mondani. Van. Egyébként, hogy mennyire nem ígértek semmit, hogy mennyire titokban és konspiratívan kellett működniük, arra csak egy nagyon anekdotikus példa, hogy amikor 1825. december 26-án kiviszik a katonáikat a terekre, akkor ugye azt mondják a katonáknak, hogy harsogják azt a szót, hogy konstitúcia, azaz ugye alkotmány, tehát konstitúcia, és akkor a paraszt katonák ott a sapkáikat, kalapjaikat dobálják, hogy konstitúcia, konstitúcia, mert hogy ők azt hiszik, hogy Konstantin hercegnek a feleségét ünneplik, és Konstantin herceg lett volna a cár örököse, csak elkövette azt a baklövést, hogy feleségül vett egy lengyel nőt, aki katolikus volt, ezáltal kiesett a pixisből. A katonák ezt nem tudták, hogy elesett a trónörökléstől. Ők azt hitték, hogy Konstantint és a feleségét éjjenzik, mert hogy Miklós Konstantinnak az öccse lett aztán végül is a cár, mm-hmm. aki szét is lövette ezt a tömegdemonstrációt. Hát persze, mert Konstantint akarták. Hát igen, valószínűleg már ettől is eléggé mérges volt, főleg mikor megtudta, hogy itt alkotmányt értenek alatta a tisztek. Na de ez azért sok mindent elárul, hogy mennyire bíztak a
paraszti katonáig van ezek a nemesi tisztek, és hát aztán elég csúnya vége lett ennek a történetnek, több mint 280 embert letartóztatnak, sokakat deportálnak Szibériába, mint Rubeckojt. Hát Pesztyel rosszabbul járt, négy társával együtt felakasztották, és megint van egy ilyen anekdotikus jelenet, kicsit morbid, hogy kettejük alatt leszakadt a kötél, és akkor a hóhér visszaakasztotta őket, és akkor mondta az egyikük, hogy Uramisten, ebben az országban még akasztani sem tudnak rendesen. De állítólag volt egy ilyen szokás, hogy ha nem sikerül, akkor az Isten akarata. Így van, igen. És akkor nem szabad többet próbálkozni. Bár ugye Hunyadi Lászlónál ugye ez hát marad meg az ember. A háromszori fejlecsapásnál pont ugyanez. Én négyre emlékszem, de úgy látszik, ezt a legenda így tovább szövi. Mert szerintem az ez emberek... valóban egyébként ez volt a középkorban a szokás, hogyha leszakad az akasztófa. Akkor ha máson annak a Királylánya feleségem című filmből is tudhatjuk ezt, de ez nem érdekelte Miklóst. Tehát ő azt mondta, hogy akasszák föl őket akkor is. Ezt megtárgyalta az úrral, mert hiszen ő közvetlenül csak az Istennek volt elszámolási kötelezettsége. Így van, így van, így van. Uh-huh. És hát ugye Miklós uralma tényleg egy nagyon zsarnoki uralom, tehát ő még 1848-ban még Párizsban is szíve szerint rendet tenne, de Berlinben mindenképpen, tehát ugye ő megüzeni a porosz királynak, hogy el ne fogadja a frankfurti nemzetgyűléstől a német császári koronát, mert akkor őt 200 ezer kozákkal fog megjelenni a császári koronázáson, és hát ez sok mindent elárul Miklósról. Meg az akkori Oroszországról, mert ugye már tényleg nagyon sokszor mondtuk, hogy nagy terület, sok ember. Tehát ő lényegében azzal tudott irányítgatni más országokat, vagy beleszólni azoknak az életébe, hogy pontosan tudták, hogy ha ennyi orosz katona jön, akkor úgyis ők fognak győzni. Igen, hát ezt tudjuk a 1849-es eseményekből, mert ha Párizsba, meg Berlinbe nem is, de Magyarországra irányította a hadseregét Miklós. Szóval az a lényeg, hogy a miklósi korszak az a pangás időszaka, aztán elveszíti Oroszország a krími háborút, az 1850-es években kiderülnek a birodalom gyengeségei, Miklós maga öngyilkos lesz, és jön második Sándor, aki egy új irányt visz. Az 1860-as évek az az időszak, mikor Oroszország a legközelebb jut a liberalizmus szelleméhez, mert Sándor cár felszabadítja a jobbágyokat, tehát jobbágy felszabadítást hajt végre 1861-ben. Lényegében ez úgy valósul meg, ahogy a dekabristák gondolják, mert hogy ők sem tervezték, hogy a jobbágyok földet is kapjanak a szabadság mellé, hanem Sándor cár felszabadítja őket, hát akinek addig volt földje, annak van, akinek meg nincs, hát annak ez dobta a gép, és még ezután is a parasztokat még szabad állapotban is lehet adni-venni. De akkor mi alól szabadította fel a jobbágyat? Hát a jobbágyság alól nem kell például robotra menni, de nem kapnak földet, pont ami mondjuk ugye 48-ban volt, hogy megkapta a jobbágy a telkét, az Oroszországban nincsen, de viszont Lengyelországban van. Miért? Azért, mert Sándor cárnak ugye érdeke, hogy kifogja a szelet a lengyel nemzeti mozgalom vitorlájából, tehát a lengyel jobbágy furcsa módon, de jobban jár, mint az orosz társa. Adni-venni lehet az embereket, akkor majd a robotot máshogy fogják nevezni, nem? Tehát most ez... Igen, de hogy is fogalmazom, a politikában vannak érzelmi tényezők. Van olyan szándék, hogy arra hassunk. De az egyszerű nép részéről van. És az nyilván nagyon sokak számára egy megható pillanat volt, hogy felszabadulnak az évszázados jobbágyság terhei alól, és ugye azért szabad emberek lehetnek, tehát például elmehetnek a városba gyári munkásnak, amire most persze azt mondjuk, hogy de most mi ebben a szabadság, Angliában pont ez történt, de tehát egy majdnem rabszolgassághoz hasonló állapot viszont megszűnik. És Sándor cár egyébként bírósági reformot hoz, növeli kicsit az önkormányzatoknak a körét, középiskolai reform történik, tehát Oroszországban hogy megmozdul valami, és pont ebbe a mozgásba, ebbe csap bele fatálisan, ugye egy új politikai irányzat, a narodnyikok, a népközéjárók mozgalma.
olyan szívesen mondanám, hogy a következő adásban már igazán dr. Zsivágó lesz a beszélgetésünk középpontjában, de igyekszem a realitások talaján maradni, és inkább úgy fogalmazok, hogy Pár Ádám történész politológussal folytatjuk az utunkat a modern liberalizmus megjelenésének időpontja felé, amely korról illusztrációnak szánt filmünk is szól. Ez volt már a Hangos Film Mozgóképizmus, legközelebb ismét szombaton délután 13:30-tól várom Önöket. Természetesen a korábbi adásokat, ahogy a mait is hamarosan megtalálják a rádió archívumában, valamint podcastként. Kövessenek minket a Facebookon, és ha még nem tették, iratkozzanak fel YouTube csatornánkra. Köszönöm a figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Tímár Ágnest hallották. Viszont hallásra! Hangos film, mozgóképizmus. Műsorvezető Tímár Ágnest.